A vakcinák variálása nagyobb védelmet nyújthat a koronavírus ellen egy brit tanulmány szerint. A szerzők úgy vélik, az embereket érdemes először mondjuk a Pfizer-BioNTech oltóanyagával beoltani, a második dózis viszont ebben az esetben lehet például az AstraZeneca-é. Ennek kipróbálására 850 év feletti önkéntes toboroznak az Egyesült Királyságban. A tanulmány egyik szerzője, az Oxfordi Egyetem docense azt mondja, februárban toboroznak, eredményeket pedig június-júliusra az antitest szint vizsgálatok után várnak. Ez még sokaknak időben lehet ahhoz, hogy másodszorra esetleg az elsőtől eltérő vakcinát kaphassanak, véli Matthew Snape. Szintén most tették közzé annak a múlt hónapban végzett közvéleménykutatásnak az eredményét, miszerint a franciák, a németek és az amerikaiak negyede valószínűleg visszautasítja, hogy beoltassa magát. Magyarország nem vár csak EU beszerzésből származó vakcinákra. A napokban megérkezett az orosz Sputnik oltóanyag első szállítmánya, és a magyar kormány Kínából is vásárol. Elemzők kiemelik, hogy Magyarország az elsők között hagyta jóvá a Sputnik vakcina használatát, amivel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök markánsan fogalmazott. A vakcina kérdés a kormány számára nem politikai kérdés. Nekünk mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret. Ezért nyugati vakcinát, keleti vakcinát is használunk, oroszt, kínait, amerikait és angolt is. Portugáliában valamelyest javultak a járványügyi adatok az utoljára vizsgált 24 órában. 225 ember halt meg, és közel 8000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ami azért előrelépés, mert utóbbi adat egy hete még 14 ezer volt. Az egészségügyi dolgozókat már beoltották, most a 80 éven felülieken a sor.